Első híradásunkban városunk polgármesterének ünnepi köszöntője következik. Kedves karcagi lakosok! Karácsony estéje van. A kereszténység jelentős ünnepe Jézus születésnapja. A család, a szeretet, az összetartozás ünnepe. Leülünk a feldíszített fenyőfa mellé, s melegség tölti el szívünket. Megállunk egy pillanatra e rohanó világban, és számvetést készítünk. Felidézzük az eltelt év legemlékezetesebb pillanatait. A fenyőillat mellett emlékezünk örömteli pillanatokra, emlékezünk felejthetetlen élményekre, emlékezünk napokra, hetekre, hónapokra, évekre. Emlékezünk szüleinkre, gyermekeinkre, mosolygós arcokra, egy kacsintásra, egy válveregetésre, baráti ölelésre, egy gesztusra, egy szóra. De a fenyő alatt felsejlenek előttünk azok az arcok is, szeretteink, barátaink, ismerőseink arca, akiknek már csak emlékét őrizhetjük szívünkbe zárva. Karácsony estéje van. Hagynunk kell egy kis időt magunkra, amikor mindezt végig gondolhatjuk. Újra átélhetjük, amikor csendben egy könycseppet is elmorzsolhatunk. Hogy aztán mindezt elraktározva lelkünkben, ebből a töltekezésből meríthessünk majd erőt az elkövetkező időszakra. Az ünnep hangulatában azonban ne felejtsünk el figyelni a mellettünk lévőkre, a szeretteinkre, és azokra, akik fontosak számunkra. Higgyünk abban, hogy a szeretet és a vele járó békesség teszi még szebbé ünnepünket. Kedves karcagi lakosok! Kívánom, hogy ez az ünnep, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse önöket testi, lelki és szellemi megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt újult erővel kezdhessük együtt. Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok!